знаете, две игроки, что я даю. Ezek különleges alkalom, mivel a Bécsik Csaba Imádvány alkotókató műhely kiállításának a helyet. Átadom a szót a zenészeknek, a kikövetkező kikövetkezelben, azok is a zenéket még egy picit fognak játszani, nem utána jövünk mennek el, jó? Nagyon szépen köszönjük a részvételt, nagyon örülök annak, hogy itt vannak, hogy volt. Ugye a művészeti iskolával, Nagy Viola karmester, Jupsánita tanárnővel mi rendszeresen összedolgozunk. Nagyon örülünk annak, hogy együtt koordinálunk, és a továbbiakban is kooperálni szeretnénk minél többször ezeken az eseményeken, mert ők mindig fenomenális és fantasztikus zenei pillanatokat tudnak hozni. Úgyhogy megkérem szépen önöket, hogy újra biztosítsanak nekünk egy gyönyörű szép momentet. Slágerlistája, amelyek újra és újra eljátszunk majd.
Megkérem a fotós klub elnökét, egy pár szóval mutassam el, hogy pár szóval mondja nekünk, köszönöm szépen a lehetőséget, kedves vendégeim! Először is engedjék meg, hogy magam és a Márvány Fotóművei összes tagjának nevébe köszöntsem Önöket, hogy eljöttek ide, és az első itt lévő kiállításokat megnézni. A klubbal ahogy elmondtam az Erzsike is, hogy kedvenc pillanataim, ez egy szabadon választott téma volt a klubba, és itt minden klubtagnak a kiállítás anyagát, melyik egyetlen egy képe van, pontosan 36 képet hoztunk most ide. Ez megelőzte egy válogatás. Tehát megelőzte egy válogatás, általában azt kértük a klubtagoktól, hogy 3 képet, 4 képet hozzanak, és közösen, vagy egy létrejöttük is 3 tagú bizottságot, igyekeztük kijelölni a legszebb, a legjobb képeket. Gondolom, hogy sikerült is, tehát majd ha megnézik, akkor eldöntik. Nagyon nagy szeretettel hoztuk ide, és nagy örömmel, megmondom őszintén, mert nekünk mindig is az volt a célunk a klubba, hogy főképp amióta uniós tagok vagyunk, hogy nagyon fontosnak ítéljük meg a határon túli kapcsolatokat. Ilyen szempontból a fotóknak a bemutatását is. Ez nekünk egy elműkérdés, hogy próbáljuk határon túlra is vinni. Elmondanám, hogy szeretnénk ugyanolyan kapcsolatot létrehozni a nagyvárosokkal, a fényvágókkal, vagy itt erre lefordítjuk. Emberre mondani akarom, mert lehet, hogy rosszul mondom. Egy egyszerű, hogy olyan kapcsolatot legyen, mint a például az aradiakkal, ahol jelenlegi Békés Csabán van egy kiállításuk, és július hónapban volt náluk, és 17. éve tart ez a kapcsolatunk, tehát 17 év keresztül felvárva közösen csináltunk. Na most ezt szeretnénk mi is itt elérni. Rajtunk ezt nem fog múlni. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy eljöttek, köszönöm, hogy megnézték, fogadják olyan szeretettel a képeiket, mint amilyen szeretettel videóztuk. Köszönöm szépen! Csak egy évesek vagyunk, nagyon keretcipőbe jár, de reméljük, hogy gyümölcsöző lesz a kapcsolat hosszú távon is. Thank you.
minden kedves jelenlévőt. Az a megtiszteltetésért, hogy mondjak néhány gondolatot művészeti szempontból erről a kiállításról. Minden kiállításnak megvan a maga varázsa, ugyanúgy, mint egy képnek, festménynek és képzőművészet minden oldalának. Minden kiállításnak más a hangulata és a mondani valója. Nagyon sokan abban a tévedésben vannak, abban a tévedésbe esnek, hogy úgymond a természetet vagy a hétköznapokat könnyű megörökíteni fotózni. Ellen kell, hogy mondjak, hiszen talán a mindennapokból, amihez hozzá vagyunk szokva, a legnehezebb kiragadni egy olyan pillanatot, motívumot, szint vagy alakzatot, ami érdekessé váljon, vagy szokatlanná a megszokott hatalma alatt. Megkaptam ezt a kiállítási anyagot, végignéztem a képeket, és ki kell emelnem a képek változatosságát és azt a tény, hogy egy fotós lehet, hogy minden nap vág hagymát, példa, lehet minden nap elsétál ugyanamellett a fő, víz, lámpa mellett, mégis akkor abban a pillanatban valami más. Valami megragadó, és ekkor készül el egy jó fotó. Mint láthatjuk, ebben a kiállítási anyagban néhány alkotó a színekkel játszik, vannak akik a formákkal, vannak akik a materialista világgal, és vannak olyanok is, akik időt szánnak és teremtenek arra, hogy kivágják egy kis állat vagy egy természeti jelenség legszebb mozdulatát, és akkor örökítsék meg azt. A természetfotózásban az egyik legszebb az állatfotózás vagy a makrózás, ugyanis ott elé kell válni a fotózandó élőlénnyel, és ki kell várni annak a legmegfelelőbb pillanatát. Gondoljunk csak bele, hogy ott ülünk az öregi nyúl, vagy egy kisegér életét követjük nyomon, és próbálunk ráhangolódni a mozdulataira, az ő életének az eszenciájára, és elkapni azt a pillanatot, amit nem láthatunk nap mint nap közelről. Vagy amikor egy fűszálról lefotjan egy díszcsepp, ami benne van a tudatunkban, hogy így működik, de mégis olyan kevés időt adunk magunknak és a természetnek, hogy ezt észrevegyük és lássuk. Ettől olyan csodálatosak a hétköznapokból és természet által itt letett tépek és alkotások. Gratulálok az alkotóknak és további sikereket kívánok a szép ünnepre. És még jön egy utolsó zenei pillanat, amit Kocsán Dávid ad elő nekünk csellón. Thank you.
fellépésnek bírom a szemelmúlának a vezetésével. Szeretnék átadni egy ilyen emléket is, hogy ott lehet már hogyha nem hátra állnám. Thank you.
Péter bátyánk főzi a pincepörköltet. Van, akinek a fejében van sötét. Lehet, hogy a feje. Azt mondja, menjünk már, mert a hangóra Thank you.